Második alkalommal megrendezett jógafesztiválon egy teljes napon át egyidejűleg 4 teremben lehetett gyakorolni a jóga különböző tradicionális irányzatait, valamint előadásokat hallgatni a jóga életünkre gyakorolt hatásairól. A jóga az maga az élet. Az élet élésének a tudománya. Tudtok élni? Mondd ki bátor, hogy nem. Miért nem tudsz élni? Mert szenvedsz. Miért szenvedsz? Mert hiányaid vannak. Miért vannak hiányaid? Mert tudatlan vagy. Miért vagy tudatlan? Mert nem tanulsz semmit arról, hogy mi az élet és hogyan kell élni. A jóga, ez a keleti bölcseleten alapuló komplex életmódrendszer egyre nagyobb teret hódít szerte a világon, így Magyarországon is. A mindennapjainkra jellemző stresszes életmód miatt egyre többen keresik a kikapcsolódás, a harmónia, az egészséges testmozgás, az önmegismerés lehetőségeit, és ebben a jóga több ezer éves tapasztalatra épülő gyakorlatai komplexen tudnak segíteni. Éppen ez a jóga iránti egyre nagyobb érdeklődés hívta életre a tradicionális jógaiskolák fesztiválját, amelyen a Magyarországon felelhető tradicionális jóga irányzatok mutatkoztak be. Hogyha valaki közületek már tagja valamelyik tradicionális jóga irányzatnak, van egy szanga, ahova mondjuk rendszeresen jár, láthatja, hogy transzcendentalista közösségekben megszűnnek az anyagi egyenlőtlenségek, hogy most gazdag vagy, szegény vagy, jobb képességi, rosszabb képességi, éppen PhD-d van, vagy 8 általánosod, ezek jelentőségét vesztik. Miért? Mert ott nem az anyagi gyarapodás, nem az evilág élvezete, vagy az egónak a fényezése a cél, hanem egy magasabb rendű cél, ahol minden irányzatban ott van, többen említették rajtam kívül, Isten szolgálata, Isten elégedettsége, Isten elérése, vele való összekapcsolódás, sorolhatnám tovább. Annyiféleképpen lehet ezt megfogalmazni. A tradicionális jógaiskolák lényege, hogy ezek az irányzatok a jóga eredeti elvei szerint tanítják a jóga módszertanát, és mindezt egy a távoli múltba visszanyúló, megszakítatlan mester-tanítványláncolat örököseiként teszik. A fesztiválon a himalájai jóga, az Iyengar jóga, a kundalini jóga, a Szatyananda jóga bihar jóga, a kriya jóga, a jóga a mindennapi életben, a Sivananda jóga és az ISKCON Vrindavan Gangotri tradíciót képviselő irányzatok mutatkoztak be. A rendezvényt a Magyar Jógaoktatók szakmai felügyeletét ellátó Magyar Jógaoktatók Szövetsége és az Európában egyedülálló módon államilag elismert felsőoktatási jógaoktató diplomát adó Bhaktivedanta Főiskola együtt rendezte meg.